December 14-én a Glébers Belművelődési Központban Kistelek legeredményesebb sportolói díjazták. Az erről készült felvételenket teljes egészében megtekinthetik a következőkben. Nem biztos, hogy a siker az első helyet jelenti, lehet, hogy a 15-et, mindig az egy viszonyítás. Mihez képest, az ő teljesítményéhez képest, az a valaki, mit tudott kihozni magából. Előjáróban annyit szeretnék mondani, hogy lassan itt van az év vége, itt van karácsony. Ilyenkor kötelességünk, hogy megálljunk, kötelességünk köszönetet mondani, és kötelességünk arra figyelni, hogy a legjobbakról emlékezzünk meg. Ez egyfajta megemlékezés, a díj az csak egy jelkép, a köszönöm az egy rövid szó, de mégis nekünk, nektek, azok, akik ezt kapják, ez fontos. További energiát ad, és az energia szükséges a további sikerhez. Ezen elmondottak reményében kívánok itt nektek egy rövid, de tartalmas jó együttlétet, és majd a végén a mikrofonnál azt fogom mondani valamennyiőtöknek, hogy áldott ünnepeket. Köszönöm szépen! Hát megmondom őszintén, hogy most velem kezdjük. Én valamikor 20 évvel ezelőtt alapítottam egy díjat, a Renssy János Hüle díjat. Úgy döntöttem akkor, hogy olyan sportolónak, sportéletének adom át, aki szerényen, serényen nézi munkáját, és de eredményesen. Ez a díj ma is átadásra kerül. Hölgyeim, uraim, ez a díjat a mai nap csalódik, hogy kapja. Gyorkát nem látom, Bencsi Gyorkát.
Istenek város sportdíjak átadása következik. Negyedik korosztályos Isteneki lánycsapat, atlétikai csapat 2018. 6. elsőjén a Győrben megrendezett atlétika országos döntőn 17. helyen is értek el. Csapat tagjai: Bencsik Dorka Anna, Gajdocsi Tebóra, Grabec Anna Borsolya, Kujás Tóra, Nagy Viktória Nilla, Nagy Timea Ildikó, felkészítő tanár Kelemen Zita Bukocsila.
következő, szintén küzdős sportoló, Kecskeméti Jászmin Napsugár. Napsugár 13 éve, 3 éve járt jiu-jitsu, grappling edzésekre. Legszorgalmasabbak egyike. Soha sem hiányzik csak egyetlen edzés sem. Technikai képességeinek és eredmények növelése érdekében az országos versenyeken és magyar bajnokságokon mindig dobogós helyen végez. Rangsor alapján a magyar válogatott keret tagja lett, legjobb nemzetközi eredménye a hollandiai, Európa-kupán elég harmadik helyezett. Innen is szeretnék köszönetet mondani.
Egyrészt azért, mert minden évben van világverseny Kisteleken, nyugodtan mondhatom, hogy nagy részt Olivérnek köszönhető. Az, hogy egyébként a kisteleki táncosok a bécsi kastélyban fölléphettek, és ott a világ népe előtt ugyan sokat várva, de ott lehettek, én nézőként és polgármesterként a Schönbrunni kastély dísztermében, bocsánatot kérek, minden elfogultság nélkül nagyon büszke voltam. Ez szintén Olivérnek és az általa kinevelt táncosoknak köszönhető. Azt gondolom, hogy ez a város méltán lehet büszke erre az emberre, és méltán megérdemli azt a jelképes elismerést, nevezhetjük díjnak is, de jelképesen nevezhetjük köszönetnek is. Sohm Olivier Dömitik életrajza. A Prohes Táncsúlyos Sportegyeset elnöke. Sohm Olivier háromszoros köztársaság kupa díja, profi magyar bajnoki, valami számos dobogós eredmények büszkélkedett a versenytáncban, elért pályafutása alatt. 2014-ben vett át az Egyesület vezetését Törökkő Józsi bácsitól, jelenleg már aktívan nem versenyez, mert minden erejét és szakmai tudását az utánpótlás kinevelésére szenteli. Munkájának eredményekül mi sem viszíti jobban, hogy a Prohár Táncstúdió az Egyesületek között 2017-ben az eredmény alapján az országos második helyezést érte el. Utánpótlás kinevelésén túl célja volt minden évben megrendezett Kisteleki Open táncverseny további megrendezése. Évről évre folyamatosan építve egyre nagyobb és színvonalas versenyek kerültek Kisteleken megszervezése, az irányítás alatt. Állatot és ember próbálja munkája eredményképpen 2017-ben és 2018-ban is világbajnokságnak adhatott otthon a városunk. Lelkezésére elcsüggetten szervezőképessége példaértékű. Ezért méltó érzem, megérzem, hogy Kisteleváros elismeri kiadását. Sohm Olivér a társas táncra nézett önzettel magas színvonal a szakmai munkája elismerésében Kisteleváros sportigát kapja.
A Hét Színvirág óvodában az adventi hetek keretein belül karácsonyi műsort tartottak a gyerekek. Az erről készült felvételeinket teljes egészében megtekinthetik a következőkben. Szeretettel köszöntöm minden kedves vendégünket, anyukákat, apukákat, testvéreket. Hát egy kicsit igen. Az adventi hetünknek az utolsó kis fölvonulásán, mint tudjátok, a mi óvodánkban a néphagyományokra fektetjük a nagyobb hangsúlyt, és ezért az adventtel kezdtünk el foglalkozni november végétől. Amúgy a várakozás jelenti a karácsonyra való készülődést, a tisztaságot, a megújulást. Ennek a kis adventi hétnek a záró mozzanataként intézményünknek a legkisebb és a legtündérik tündérei fognak következni. Én annyit kérnék szépen tőletek, óvonénik dolgoztak velük, idézőjelben dolgoztak velük, hiszen láttam őket. Nagyon szívesen, kedvesen csinálták, tanulták a versikéket, az énekeket. Én azt szeretném tőletek kérni, keresétek meg a pici gyereknek a szemét. Találjátok meg benne a fényt, a tisztaságot, és így ünnepeljétek a karácsonyt. Kellemes ünnepeket kívánok mindenkinek, intézményünk nevében, és fogadjátok ezeket az angyalokat sok-sok szeretnénk. Thank you.
ilyenkor mit szoktunk csinálni? Hello.
Aranyosi Ervin, a Szívek Szabója című versét hallhatják Rakeszki Zoltán előadásában. Jó szórakozást kívánunk! Aranyosi Ervin, a Szívek Szabója. Élt egy szabómester, szíveket foltozott. Hozzá a sok ember sok-sok munkát hozott. Mert a szép szívüket sok sérelem érte, s bár a szabó bérét vastagon megkérte, ki sem látszott sajnos a temérdek munkából, s a szabó műhelyétől egy nap sem volt távol. Nagyon unta pedig a monoton munkát, mindig csak ugyanaz, hidd el, te is unnád. Kíváncsi lett tehát a szívet mi bántja, mi okozza vesztét, miért romlik el pántja, hová lesz belőle a sok tiszta érzés, miért ül ki színére megszakadás, vérzés, miért változik meg mesés dobbanása, s amikor kiürül a csend koppanása, miért okoz fájdalmat úgy, hogy belé szakad, ez a sok fájdalom vajon miből fakad. Egy napon úgy döntött, utána jár végre. Miért fáj a sok szív, miért hullik vére? Letette a munkát, bezárta a boltot, s indult, hogy megnézze, a szív miért nem boldog. Áruhában járta végig a világot, feljegyezte sorban, amit útján látott. Sok magányos szívvel hozta össze sorsa, amiből hiányzott a szeretet morsa. A hit, a bizalom elfogyott belőlük. Szeretetlenséget látott csak tőlük, haraggal és tüvel, méreggel bélelték, nem csoda, hogy párjukat sehogyan sem lelték. Irítség és önzés félszuralta őket, látott férfiakat, hitet vesztett nőket. A szívük mélyéről a szeretet hiányzott, szomorúság bánatméteje virágzott. Mind a pénzt hajszolta, s jónak lenni féltek, bezárták szívüket, s mind maguknak éltek. Kedves ölelésben sohasem volt részük, elromlott motorjuk, legfontosabb részük. És a szabó tudta, szükségük van másra, nem csak szívcserére vagy kijavításra. A sok embert inkább tanítani kéne, a szeretet tudása mindükre ráférne. Nem aludt éjszaka, s mit hozott a reggel, körülvette magát sok-sok kisgyerekkel. Árva kis lelkeket fogadott magához, s eképpen kezdett újra a dolgához. Minden megfoltozott szívhez járt egy gyermek, aki akkor boldog, ha ráfigyelnek. Hitte, hogy a jó szív csak azon fog múlni, képes-e gazdája a gyermektől tanulni. Mert a kisgyerekek tiszta szívvel élnek, szeretetet adnak, ölelést cserélnek. Mosollyal, hálával gyógyítják a szívet, tőlük lesz boldogabb, nyíltabb a tekintet. És ők nem csak adnak, szeretetet várnak, otthonban és szívben meleget csinálnak. Örömmel lelkedet szép fehérre festik, meggyógyul a szíved, ha figyelsz rá estig. Mert ha az emberek megtanulnak adni, és begyógyult szívük képes befogadni, mikor egész évben van öröm ajándék, s nem csak karácsonykor ébred fel a szándék, akkor a szívszabóra soha nem lesz szükség, szeretettel telve a szép szívek büszkék. Végre a jósággal telik meg világunk, mikor egész évben csupa jót kívánunk. December 21-én a Good Company karácsonyi koncertet tartott. Ebből láthatnak egy rövid részletet a következőkben. Következő feldolgozásunk közreműködőjét szeretném megkonferálni. Csernyelei Ifjúsági Mozsolya csoport. Nagy taps nekik, nagyon csinos a találó. És nagyon-nagyon készültek velünk. A dopper is, és megnek a valamit. Köszi. És mi meglepő? Hate the road check?